Először is azt szeretném megkérdezni, hogy kezdjük a kitartó közönséggel, hogy van-e valakinek már rögtön valami felvetése, kérdése a most elhangzott előadásokkal kapcsolatosan, akkor már is megyek. De úgy, ha lehet hallani, akkor nem igénylem a mikrofon. De ha kijebb ülök, kevésbé hallják, úgyhogy... Köszönöm szépen. Hát én Hészman Józseftől szeretném azt kérdezni, hogy lehet, hogy én bambultam el egy picit a végén, de nekem az nem volt tiszta, hogy a formai műhely problémák és a tartalmi jelentésesség dihotómiáját hogyan kívánja feloldani, vagy milyen javaslatot kíván erre tenni, mert csak annyit sikerült itt tehát szűrni magamnak, hogy ez a művészeti gyakorlatnak lenne tulajdonképpen a feladata. És még úgy picikét arra akarnék utalni, hogy ez a forma tartalom ellentét, meg formatartalom egymásra felmutítés ezeknek az elsődlegessége, vagy hogy melyik az elsődleges, az eléggé régi dilemma, tehát több ezer éves dilemmáról van szó is. Azért volnék erre kíváncsi, hogy mit is érted pontosan ennek a feloldása alatt. Ugyanehhez szeretnék. Azt hiszem, elindultam. Kérdések sorra, már is viszem. Bocsánat az erőszakosságért, de folytatnám a kérdést, hogy a csúszka, hogy hol áll, az ki dönti el? Hát, hogy az egyes művészeknél, mert mintha azt mondtad volna, hogy a művész dönti el, de ennyire transzparens volna a művészete saját maga számára, hogy ő mindig pontosan tudja, és igaza van abban, hogy itt vagy ott áll? Hát feltételezem, hogy igen, hogy ő maga dönti el, de ez nem egy meghaladandó diotómiának gondolom el, sőt, egy alkotó életművén belül, ahogy például a Birkás Ákosnál is láttuk, lehet, hogy adott esetben a művek egy körénél ide helyeződik a hangsúly, oda toljuk el a csúszkát, másik esetben pedig ide. Nem egymással szemben álló entitásokként képzelem el, és nem is egyszerűsíteném csak le formai vagy tartalmi kérdésekre, hanem úgy próbáltam megfogalmazni talán kicsit sután, hogy az egyiknek, a csúszka bal oldala mondjuk így, igen, innen nézve a bal oldala, az igazából olyan képek sora, vagy olyan képek köre, amelynek mondjuk, ami saját magából nyeri a létokát. Tehát, hogy nem külső referenciális hivatkozásokkal próbál társadalmi kérdésekre, festészeti vagy más problémákra utalni, hanem a maga magából eredezteti magát, és a másik pedig igazából külső hivatkozásokkal dolgozik. Igazából csak egy ilyen nagyon egyszerű modell kívánt lenni. Itt a képen pont középen volt a csúszka, de természetesen véletlenül, nem szándékosan semmiféle jelentésessége nincsen. Azt gondolom, hogy tényleg egy régóta vagy évszázados kérdéskör, de azért azt gondolom, hogy ez a modern művészet megjelenéséig, vagy mondjuk a 19. század közepéig nem volt kérdés, hogy ez a csúszka, ez ugye a tartalmi jelentésességen van. Minden más csak ennek a szolgálója, vagy ennek az eszköze, onnan kezdve ez mondjuk megfordul, és bármelyik súlypontra helyezhető a hangsúly. Nagyon érdekes egyébként, ha még kicsit tovább ragozhatom ezt a kérdést, hogy Birkás Ákos egy interjúban a Veszprémi kiállítása kapcsán azt mondta, hogy tulajdonképpen új eszméket, új életvilágot kéne felrajzolnunk, de a hozzáadott kép, a festészetre gondolva, a hozzá rendelkezésre álló eszközünk, az más, az egy lassú médium, úgy mondta korszerűtlen, hogy új eszméket kéne felvázolnunk, de latin nyelven. Tehát latin nyelven beszélünk, mondta ő a festészetre. Tehát ebben a kettősségben, ami tulajdonképpen olyan, mint egy koporsónak a szélső pontja, azonban ebben mozog a festő, de nem egymást kiiktató entitásokról van szó, én legalábbis így értelmezem. Illetve még hozzátettem azt, hogy erre szoktam azt mondani, ugye, hogy minden is tulajdonképpen a tudatosság foka, vagy az átgondoltság foka ebben a történetben, ahol nem feltétlenül külső, mondjuk így, hogy teoretikus diskurzusok irányítják azt, és feltételezem, hogy alapvetően nem ezt irányítja egy festőt, amikor bemegy a műtermébe és elkezd festeni, hogy én most eleget teszek, nem tudom, mindenféle elveknek, akkor azt úgy fogalmaznám,
a valóságban kicsit kísérletítve így és Gyulának a mondat, tehát ahol festészet van, ott festészet van. És akkor most az Opán, az hova tartozik? Hát egyértelmű. Vagy Mondrian hova tartozik? Ez jó kérdés, de Mondrian azért... Vagy Malerbi sorokat? Azt gondolom, hogy azokban a csúszkának a mozgás iránya fontos. Az oda-vissza oszcillálás, vagy az egyik irányba. Ott nem az a döntő, hogy melyik szélső pontban áll a csúszka, hanem az oda-vissza mozgás, hogy melyik irányba indul el. De egy képnek, amikor a kép, akkor végül is az már egy konkrét szituáció. Ott már a csúszka megállt. Az kétségtelen, hogy amit mondasz, hogy az irány, az fontos, de az egy, a képnek ez a, szerintem is a festészetnek a talán az egyik jövője, hogy az egy állapot. Egy baromira tisztán, egyszerűen megfogalmazható állapot anyagába létezik, és a másik nagy lehetősége szerintem, hogy nagyon sokszor maga a festészet úgy fejez ki, és nem csak az absztrakt expresszionizmusra gondolva, hogy tulajdonképpen kimondatlanul nem tudunk megfogalmazni valamit, csak egyszerűen az indulataink, a mozgásaink, a nem tudom, taktilitásunk valamit kifejez, de valamit mégiscsak kifejez, valami igényt, valami attitűdöt, valamit kifejez, és ez nagyon érdekes, hogy ezért lesz ő szerintem maga a festészet mindig is megmaradó, lehet, hogy a szerepe ez így lefölhullámzik, és nem lesz mindig vezető műfaj, arról már ugye szó nincs, de hát ugye nagyon esetben filmrendezők, meg zenészek, meg nem tudom, még folyamatosan festenek, tehát ez a kifejezési forma állandóan kell, tehát igénye van rá az embernek, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért van rá igénye, és hogy hogyan, milyen módon, ezt nem is mondanám, hogy transzcendens, de egyszerűen valami olyasmi történik, amit nem tudunk megfogalmazni, vagy valószínűleg nem is akarunk, hanem csak egyszerűen kifestjük. És ezért mindig egy állapot, és a csúszka, az mindig, amikor egy képről beszélünk, egy állapotot helyez, vagy fejez ki. Jelen esetben, amit te kérdeztél, ez az Opárt. Én azt gondolom, hogy az Opárt, hát nem tenném rá a csúszkára, vagy ha tenném, akkor nyilvánvalóan akkor ugye a bal oldalra, de hát az Opárt végül is nem akar kifejezni, erről szólt, amit én beszéltem, hanem nagyon szintisztán egy vizuális műfaj, és onnan próbál visszahatni ránk. Tehát nem. De abban azért tényleg teljesen külső, hogy a néző percepciós felépítését, a folyamataira appellál, tehát hogy ennyiben nem egy formai vagy egy műhely dolog, csak nem a jelentések, hanem egy ilyen pszichológiai, tehát hogy hogyan látjuk. Hát ezért kérdeztem az Opártól. Az Opárt most nem megkerül a kérdést, viszont most így elgondolkozva közben, például Málevics, ugye a fekete nincet egyértelműen én a jelentésesség, a külső, tehát nem a bal, csúszka bal része, a másik irányba tenném, hiszen az a megjelenés szikársága és látszólagos absztrakciója ellenére azért ez egy azon kívüli, ugye a szuprematizmus irányába, egy komplett összeállított eszmerendszer irányába visz el minket. Tehát ez annak a referenciája kívül. Lehet, hogy nem tökéletesen függ össze, de nekem ezzel a csúszkáról eszembe jutott, amit írtam az absztraktba is, ez a baz, aki megkülönböztetés az ismeretlen remek műben. Ugye ott, hogy meglátogatja a Frémhofer mestert, az ifjú Nikolász Pusan is, és akkor ilyen tanácsokat kap, amiből általában azt szokták kihozni, hogy tehát a zseni esztétikát szokták belőle kihozni, hogy ugye össze kell egyeztetni tehát az lenne a zseniális művésznek a feladata, hogy a díjek jelentéses, laza könnyedségét összeegyeztesse a német északi mestereknek a hát ilyen feszességével, de ugye arra figyelmezteti a Frémhofer mester, a Nikolász Pusant, hogy ez lehetetlen. Én azt gondolom, hogy ez tényleg így van, tehát ez tényleg lehetetlen, tehát nem lehet törekedni. Ezt a kérdéshez hozzáfűzöm meg, amit mondtál Józsi, ahhoz szeretném ezt hozzátenni, hogy szerintem azért az ilyen tényleg elvadult német alföldi
ügyek azért a csúszkának a jelentéses részétől átcsúsznak a másik részébe. Tehát ott azért az nagyon technikusi viselkedés alapvetően. Tehát most ilyen banális jelentések és technika. De ez most lehet, hogy teljesen félremagyarázom. Hát nem, azt gondolom, hogy a csúszka melyik irányba tolódik el, az függ attól is, hogy milyen szemüveggel kell nézed ezek szerint. Tehát ez nem önmagában való dolog. És még egyszer hangsúlyoznám, ez magam számára egy kicsit ilyen értelmezési munkahipotézis, vagy hogy mondjam, lapszéli jegyzet kívánt lenni, hogy ha most elkezdem ezt valahogy tipologizálni, akkor ez két szélső pontja. Az ember szereti ilyen szélső pontok között oszcillálni, miközben valóságban ezek nem annyira ilyenek, csak hogy az ember plasztikusan kifejezze, azért próbáltam a csúszka kettőségével, szélső pontjával kifejezni. Nem tudom, hogy te beszéltél a budapesti iskola lehetőségéről, vagy a szünetben beszéltél már erről? Volt szó benne ilyen. Hát, hogy miért nincs budapesti iskola? Hosszú és összetett probléma, de itt az előadásban igazából az alkotók, tehát a művészek különböző álláspontját, egy hipotézisét próbáltam felvillantani, és például Kósa Jánosé is részben az, hogy azokban lokális iskolák ott jöttek létre elsősorban, Lázs Lipcse és máshol, sokkal kisebb a közeg, kicsit homogénebb a történet, és az a tradíció, ami van, az vagy valamiféle egységes ellenállás, szembenállást, vagy éppen kötődést vált ki. Itt, ami sokkal összetettebb, egy nagyobb, ha itt tetszik, összetettebb metropolisznál, ha lehet erről beszélni, sokkal kisebb ennek a lehetősége. És az idő is fontos, hogy mikor jönnek ezek létre. Magyarországon is felvillant ennek a lehetősége pont az új festőiség után egy picit, vagy a 90-es évek elején, amikor a magyar festészetben inkább a figurális új hullám jelent meg, vagy érkezett meg, de ez mégsem vált állandó iskolába. De hogy mondjam, ez megint egy, azt gondolom, hogy volt-e, vagy létrejött-e, vagy sem, egy picit a magyarországi festészet fejlődésének, hogy mondjam, mellékterméke lehetett volna, nem ez a fő döntő ennek a szinternek az elemzésében. Szóval nem válaszoltam a kérdésedre. Én ehhez hagy szóljak hozzá, hogy nyilván az ilyen olyan iskoláknak ezer egy oka van, hogy létre tudnak jönni, vagy nem, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy nagyon lényeges pontja az, hogy van hozzá egy menedzser, aki azt végigviszi. Tehát így volt ez Hegyi Lóránttal is, akkor érdekes módon mondjuk nem nevezték budapesti iskolának, de azért mégiscsak létezett valami, vagy egész a Transzavangárdal, vagy az Artepoverával, és akkor lehet, tehát hogy vissza lehet menni. Ezek mögött mindig állt egy olyan, vagy több figura, akik ezt menedzselték, tehát hogy nem a véletlenből, meg nem csak a, nem tudom én, a csillagok konstellációjából adódik, hogy létrehoznak egy ilyen iskolát. Tehát, bocsánat, csak ennyi. Én is kicsit ehhez kapcsolódva, és pont amellett a gondolatmenet, amit szintén Készma József mondott, és jól emlékszem, hogy amikor a Műcsarnokban volt a Művészet és Menedzsment konferencia, akkor talán ott is elhangzott ez a gondolat, vagy még össze is kacsintottunk ennek kapcsán, hogy Magyarországon a széna sok szempontból öndefiníciót végez, vagy öndefiníciót hajt végre, és szerintem pontosan vagy akár a konferencián belül is, vagy az előadás sorozaton belül is kevés szó esett arról, hogy valójában a kánonformálásnak a szerepe iszonyatosan megváltozott, és a budapesti iskola lehetősége is ott hibázik, hogy tulajdonképpen az intézményi szereplők továbbra is azt hiszik, beleértve magamat, vagy az establishment részét, hogy az intézmények diktálják a kánon. De voltak éppen manapság már sokkal inkább átengedte a terepet a kereskedelmi galériák, vagy különösen festészet szempontjából nagyon kevés olyan kánonformáló kiállítás volt az elmúlt időszakban Magyarországon, ami létrehozott volna egy diskurzust, vagy jobban sűrítette volna a témát. Tehát igazából azáltal, hogy nem volt egy nagy narratíva, a kereskedelmi galériák feltalálták magukat ezen a terepen, de voltak éppen sokkal inkább beléptek abba a kánon építési mezőbe, mint amit megszoktunk, vagy az előadásokban is sokszor elhangzottak kritikusok nevei, sokszor elhangzottak nagy intézményi kiállítások, de manapság már ez egyre kevésbé lényeges pont. És pont egy kicsit arra vonatkozott volna, bár nem tudom, hogy ez Készma Józsefhez
jól intézem a kérdést, de hogy a Ludwig Múzeum nem terveze valami hasonló. A Fabényi Júliát is szívesen megkérdezem, hogy a Ludwig Múzeum esetleg nem tervezi a jövőben újra kánon alakító szerepet felvállalni. Ehhez nem tudok hozzászólni. A kánon azt hiszem az azért először kéne, hogy jöjjön, és utána arra rá lehet ülni, és meg lehet oldani. Amit így mondtál, hogy a kereskedelmi galériák átvették, illetve galériák átvették a szerepet. Az, hogy ez kereskedelmi vagy nem kereskedelmi, hogy gyűjtőknek a galériája vagy kereskedelmi galériája, ezt most azért megkülönböztetném, de kikapcsolnám. Tehát gondoljunk bele, hogy a Szácsi is egy gyűjtő volt, és ő csinálta a nagy forradalmat, amikor letette azt a 96-os kiállítását, amivel tényleg ott az egész fölrobbant, és beemelte az angolokat, kanonizálta azt a kortárs képzőművészetet, ami mondjuk már a 70-es évek vége óta ott érlelődött. Ahhoz kellett egy totális reform, ami már a 60-as évek végén végre jött, de lényegtelen. Pontosan az intézményi ellen mozgásnak és egy hihetetlenül nagy művészeti termelő szinthez kialakult a biennális forma. Évente 240 biennálét tartanak számon. A biennálékat kurátorok csinálják. A kurátorok csak azt tudják letenni, illetve másképp mondom, a művész csak ahhoz kap pénzt, amit az a biennálé képes rendelkezésére bocsájtani, műalkotás létrehozására. És itt megtörténik egy ilyen kettős élet, hogy otthon fest retusecsettel 60 négyzetméteres képeket, mert így tartja az igénye, viszont a biennáléra ahhoz, hogy megkapja azt a 500 eurót, amit a mű létrehozására kap, lehet, hogy egy politikailag elkötelezett, társadalmilag elkötelezett, egy teljesen más homlok egyenes művet kell alkotnia. Na most ez a kettősség, ez egy ideig fenntartható, utána úgy hívják, hogy skizofrénia. És a művész is abba hagyja, és valamelyik oldalra kicsapódik. Ezt körülbelül 20 éve gyakoroljuk. És ennek nem az intézmény, hát mindent vállalok, hát persze az intézmény is vállaljon fel bármit. Az intézményeknek is a profilnak megfelelően, én úgy értem, hogy 5 évente paradigmaváltás van, és újabb és újabb feladatok előtt állunk. De nem lehet annak elébe menni, hogy diktátumot tegyünk föl. Tehát most már biennálék elég diktátumot tesznek. Most az intézmény, ha lehet, ne tegyen. Én az új szenzibilitásnak is a feljövetelét annak tudtam meg, hogy nem volt eladható mű. Tehát ott egy 10-12 év konceptuális művészet volt a háttérben, amire mondtam, nem tudjuk eladni. Ennek nincs állami támogatása. És akkor hirtelen bejött az új festészet, új szenzibilitás, új akármicsoda, leviszlek a raktárba, 96%-át ennek, ma azt mondod, hogy elnézést, ez a minőség mégsem szólít meg engem. Tehát iszonyúan gyorsan létrejöttek, gyors festéssel gyorsan létrejöttek dolgok, nem mondom, hogy rossz, de puty átkerült egy teljesen másik szintre. Átkerült arra az élvezeti szintre, ami nem múzeumi, nem művészettörténeti kánonképzés. De diktálni nem hiszem, hogy jó lenne, de van, aki diktál. Tehát a 250 biennálét 250 kurátor legalább diktálja, éljen. Örüljetek neki, hogy mi itt nem diktálunk. Labdát föl lett dobva, esetleg valaki a közönség közül reagálni, vagy az előadók közül erre reflektálni, esetleg az elhangzott egymás között. Ugye a délutáni szekcióban arányosabban több képzőművész vett részt. Nem tudom, hogy egyébként a hosszú nap folyamán elhangzott előadások számotokra milyen, tehát hogy ti hogy láttátok azokat az előadásokat, illetve egymás előadásokat.
kutatásait ebben a tekintetben, hiszen ugye a festészetre szükség van, mint azért kiderült a technológiai konvergencia kontextusában is, és csak ugye az a kérdés, hogy hol a helye, vagy így a 21. század elején mit tud, és ugye erre kerestünk választ. Akkor úgy veszem, hogy nincs több se kérdés, se hozzáfűzés. Akkor. Mondanék még egyet Lacinak, hogy a természet feltalálta már az egynyilást, azt úgy hívják, hogy szivacsállatka. A szivacsállatkának egy nyílása van. Ez határozott örömmel történt. De akkor ma is tanultunk valamit. Jó, hát akkor köszönöm szépen a kitartó figyelmet, köszönöm, hogyha tényleg senki nem szeretné még valamit hozzátenni, akkor meg szeretném köszönni elsősorban az előadóknak, még egyszer Hornyik Sándornak és a MTA BTK Művészetökteti Intézet kutatócsoportjának, a Ludwig Múzeum munkatársainak és a MIPA munkatársainak, hogy ezt a szimpóziumot létrehozták, és hát remélem lesz akkor folytatása, majd valamilyen formában, és ugye a karszalagokkal megtekinthetik a kiállításokat, amelyek még 8-ig nyitva vannak, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Thank you.